Az esemény istentisztelettel kezdődött délután a református templomban, ahol Mészáros István esperes hirdetett igét, rámutatva nemzetünk hibáira. Trianon az egyet nem értés, a széthúzás, az irigység, az önzés traumája volt. Ez a nap azonban lehetőség számunkra arra, hogy okuljunk a hibáinkból és önvizsgálatot tartsunk, de lehetőség arra is, hogy hittel és reménységgel szolgáljuk saját közösségünket, mert ez népünk megmaradásának záloga, hangsúlyozta. Az istentisztelet után dr. Kiss Bertalan idézte fel a békediktátum történelmi előzményeit, kiemelve. A legnagyobb kár az emberi lelkekben keletkezett, mondta, s hozzátette. Nemzetünk lelkét kell tehát meggyógyítani. Ezért a mi felelősségünk a magyarok összetartozásának erősítése. Az istentisztelet után megkondultak a harangok. A jelenlévők az emlékparkba vonultak, ahol Megyasszó község önkormányzata és a Polgári Együttműködés Egyesülete nevében megkoszorúzták a 2014-ben állított trianoni emlékművet,